A mostani előadásunk az azonosítás, a hitelesítés és a hozzáférés vezérlés témakörében fog elhangzani, melyet, hogyha nagyon közel szeretnék hozni a tisztelt nézőhöz, hallgatóhoz, akkor azt mondanám, hogy igen, valójában a jelszavak problématikáját fogom átvenni. Nyilvánvalóan nem csak a jelszavak megközelítésében, hanem kicsit tágabb kontextusban. Az egész kérdéskört körbejárom, hogy hogyan lesz egy korábban a rendszerben nem létező felhasználóból felhasználó, hogyan lehet őt hozzáengedni a hálózati, illetve helyi erőforrásokhoz, valamint hogyan tudjuk számon kérni az ő tevékenységét, hiszen ha eddig nem merült volna fel a kérdés, hogy miért is kellenek egyáltalán jelszavak és az összes többi körítés ahhoz, hogy a rendszert használni tudjuk, nyilvánvalóan azért, hogy így határozzuk meg, hogy ki mit tehet, és nem utolsó sorban, hogy számon kérhessük az illetőt az összes tevékenységéért. Igen, ezek azok a jelszavak, melyeket legtöbben úgy ismernek, mint azok a problémás, tudás alapú információk, melyeket mindig elfelejtünk, vagy hogyha nem felejtünk el, akkor túlságosan egyszerűek, mint ahogy a mellékelt Dilbert kis karikatúrán is látszódik, valószínűleg sokaknál fölmerült az 1, 2, 3, vagy ennél nem túlságosan bonyolultabb jelszavak használata. Illetve az én saját kérdéseim a rendszergazdákhoz jellemzően azt szoktak lenni, hogy mik azok a jelszavak, amiket a tesztrendszereken használnak. Hát itt a leggyakoribb válasz általában egy nagy A betű szokott lenni, illetve az 1, 2, 3, 4, 5, esetleg a kverc, kverté függően attól, hogy milyen a billentyűzetkiosztás, illetve elég erős jelölt még az ASTFG billentyű kombináció is. Tehát a legjobban védendő jelszavak általában a leggyengébbek, de essünk is túl ezen a kérdéskörön, ezt majd egy kicsit később ebben az előadásban úgy is megvitatjuk, hogy milyen a jó jelszó, illetve miért nem jó, hogyha csak jelszót használunk, mi az, ami helyette van. Alapvetően a nagy téma, amit ma át fogunk ölelni, ez a hozzáférés vezérlés, vagy más néven access control témaköre, mely definíció szerint olyan biztonsági mechanizmusok gyűjteménye, melyek meghatározzák, hogy a felhasználók mit tehetnek a rendszerben, milyen erőforrásokhoz férhetnek hozzá, és milyen műveleteket hajthatnak végre. Hozzáférés vezérlés nem csak információs vagy informatikai rendszeren van természetesen, hiszen amikor például fizikailag valakit beengedünk az épületbe, valakinek kártyát adunk, valakinek kulcsot adunk, valakit a biztonsági őr az arca alapján beenged, ezek ugyanúgy egy hozzáférés vezérlésnek minősülnek. De gyakorlatilag a fizikai életben egyébként nagyon jól bevett és nagyon régóta ismert eljárások lettek átültetve egy olyan jó 70 évvel ezelőtt a számítógép megjelenése után nem sokkal a számítógépes rendszerekre is. És itt is kialakították azokat az eljárásokat, amiket a fizikai biztonságban oly jól ismerünk. Alapvetően három lépésből áll ez. Az első az azonosítás, az identification, a második lépés a hitelesítés, az authentication, a harmadik lépése pedig a jogosultság ellenőrzés, az authorization, illetve ehhez jön még hozzá az elszámoltathatóság, és így jön össze az a AAA-nak nevezett folyamat, amelyből az identification ugyan kimarad, de gyakorlatilag a rendszer entitásának teljes tevékenységére vonatkozik. Az AAA, ugye az Authentication, Authorization, Accountability, azaz a hitelesítés, a jogosultság ellenőrzés feljogosítás, illetve a számon kérhetőségnek a hármasa, tehát ez az AA. Tulajdonképpen ez a négy folyamat jelképezi azt, hogy mi felhasználóként mit és hogyan tehetünk meg a rendszerben. A hozzáférés ellenőrzésnek, hozzáférés vezérlésnek kettő fő elve van egyébként, amit érdemes itt figyelembe venni, illetve érdemes megtanulni. Az első, ez az úgynevezett feladatok szétválasztásának az elve, a segregation of duties, ami arról szól, hogy a célunk az egész folyamattal, hogy lehetőleg egy üzleti folyamat teljes ellenőrzése, teljes kontrollja ne tartozhasson egy személyhez. Azaz, amikor jogosultságokat osztunk ki, tehát például meghatározzuk azt, hogy egy beszerzési folyamatot ki hogyan, miképpen hajthat végre, miképpen férhet hozzá ezekhez az elemekhez, akkor elsősorban ezt a segregation of duties szeretnénk megvalósítani. Ennek a folyamán alapvetően nyilván ismernünk kell magát a folyamatot, amit kontrollálni szeretnénk, de a célunk az az, hogy lehetőleg a ellenőrzésnél, tehát amikor szeretnénk számunk kérni gyakorlatilag a folyamatban résztvevőket, akkor ne történhessen meg az,
hogy az, aki a folyamatot végrehajtotta, az ellenőrzi a folyamatnak az eredményét is. Az információ biztonságban talán a legjobban ezt a naplózás területén láthatjuk, hiszen mi is a naplózás tulajdonképpen a tevékenységek számunk érhetősége. Tehát mit mondjuk egy IT rendszernek a felkonfigurálása, üzemeltetése, azért az jellemzően, ugye az IT üzemeltetésnek a kezében szokott lenni, az ő tevékenységük ellenőrzése már az IT biztonsághoz tartozik, ami tipikusan ugye a naplóelemzés, naplózás alapján történik meg, illetve hogyha ennél komplexebb az információ biztonság folyamata, akkor mondjuk a konfiguráció menedzsment szoftver, illetve feljegyzésének az ellenőrzése is ide tartozik. Tipikusan tehát a IT üzemeltetés tevékenységét egy másik szerepkör, az IT biztonság vagy pedig az audit szokta ellenőrizni, így lehetővé téve azt, hogy az IT üzemeltetés, vagy az IT üzemeltető akár egy személyben ne hajthasson végre nem jogosult, adott esetben kockázatos tevékenységeket. A másik fő elv, amit itt érdemes megemlíteni, ez a legkisebb jogosultságnak az elve, a least privilege elv. Ez pedig arról szól, hogy minden felhasználó és minden alkalmazás, tehát összességében minden entitás, aki a rendszerben benn van, a munkájához feltétlenül szükséges, és annál semmiképpen sem több jogosultságot kapjon a rendszerbe, ezzel megakadályozva azt, hogy a szerepköréhez nem tartozó, a szerepkörén túlmutató tevékenységeket tudjon végrehajtani az adott rendszerben. Minimális felhatalmazás szükséges csak, és a leggyakrabban ezzel szerintem mindenki a saját Windows típusú operációs rendszerén szokott találkozni, amikor például telepíteni szeretne egy alkalmazást, és az operációs rendszer megkérdezi, hogy ezt az alkalmazást föltelepíthetjük-e, azaz adunk-e adminisztrátori jogosultságot a telepítéshez, adunk-e lehetőséget ennek az alkalmazásnak, hogy hozzáférjen az operációs rendszer mélyebb, védettebb rétegeihez is. Ez a User Account Control egyébként arról szolgál, hogy meg legalább legyen egyfajta védelmi vonalunk, amivel a rosszindulatú tevékenységet, a rosszindulatú szoftvereknek a telepítését meg tudjuk akadályozni. Az ideális esetben természetesen ez úgy néz ki, hogy az operációs rendszerünkben felhasználó jogosultsággal rendelkezünk csak, vagy a családunknak, az a családunk azon részének, aki mondjuk nem ért a számítógéphez, felhasználó jogosultságot adunk. Adminisztrátori telepítéssel is rendelkező jogosultságot viszont megtartjuk magunknak, vagy adott esetben magunknak sem, hanem egy olyan technikai felhasználót hozunk létre, amit csak a legszükségesebb esetben a szoftverek telepítésénél használunk. Ez nagyvállalati környezetben teljesen elterjedt. A végfelhasználónak nincsen jogosultsága ahhoz, hogy telepítsen a számítógépére, ezt egy központilag menedzselt, központilag kontrollált megoldással szokták megvalósítani. Mert hogy? A legtöbb probléma alapvetően abból ered, hogy a felhasználók túlságosan sok jogosultsággal rendelkeznek, lehet, hát a nagy jogosultságúak ugye nem feltétlenül védik kellően a rendszerüket, és éppen ezért tudnak sikeressé válni azok a támadások, melyek a célja tulajdonképpen a rendszerben tárolt információkhoz való hozzáférés. A rendszert támadó különböző entitásokat ketté tudjuk venni, vannak ugye azok a belső támadók, akiknek van valamiféle jogosultságuk a rendszer használatához, viszont ezen a jogosultságon túlterjeszkedve férnek hozzá információkhoz, és ezt használják is saját céljukra. Illetve a leggyakrabban itt szándékos támadás mellett a vétlen problémákra tudnám fejlődni a figyelmet. A nem megfelelő jogosultság kiosztások okoznak nagyon sok problémát, amikor a felhasználó elront valamit, és ennek az elrontásnak, ennek a hibának a hatása gyűrűzik tovább a rendszeren belül, és ebből erednek komolyabb problémák. Emellett ott vannak a külső támadók is nyilvánvalóan, akiknek a célja az az, hogy valahogy hozzá tudjanak férni egy belső jogosultsághoz, és ennek a belső jogosultságú támadónak a jogosultságait kihasználva tudjanak hozzáférni az őket érdeklő információkhoz. A legveszélyesebbek tehát a belső támadók, hiszen valahogy a külső támadók is előbb-utóbb jellemzően valamilyen belső támadóvá szoktak válni, megszerezve ugye a belső felhasználónak a jogosultságait. A különböző felmérések egyébként azt mutatják, hogy a legtöbb támadó az alapvetően
telefele arányban jön, tehát akik találkoztak támadókkal, akik találkoztak már kibertámadásokkal, azok azt mondják, hogy a támadások nagynak a nagyjából a fele külső támadó szokott lenni, a problémáknak nagyjából a másik fele pedig valamilyen belső felhasználótól eredő probléma. Tipikusan ugye nem szándékosak ezek a felhasználók, de számos olyan esetet ismerünk, amikor a belső felhasználó válik tulajdonképpen támadóvá, és lopja el, illetve él vissza a számára rendelkezésre bocsájtott információkkal. Viszont, hogyha megnézzük a tipikus kibertámadásoknak a tipikus lefolyási menetét, akkor azt lehet látni, amit említettem is, hogy a külső támadók előbb-utóbb így is úgy is belső támadóvá fognak válni. A kép jobb oldalán látható ábra, ez a Lockheed Martin által publikált Cyber Kill Chain modell mutatja be, ez talán a legismertebb eljárásrend annak bemutatására, hogy hogyan történnek meg a kibertámadások napjainkban. Érdekessége, hogy ezt a publikációt 2008-ban adta ki a Lockheed Martin, tehát nagyon régóta lehet tudni, hogy hogy is néz ki teoretikusan egy kibertámadásnak a lefolyása. Ennek az első lépése a felderítés szokott lenni, amikor a támadó megpróbálja megtalálni azt a belső felhasználót, illetve azt a rendszerhibát, amin keresztül a támadás végrehajtható. A második rész a weaponization, a fegyverkészítés, amikor kialakul az, hogy hogyan lehet a legjobban kihasználni az azonosított felderítés során azonosított hibát. Érdekes módon ez az ábra 2008 óta egészen jól hasonlít egy koronavírushoz. A harmadik lépés a delivery, az eljuttatás, amikor a kialakított fegyvert átadjuk, eljuttatjuk valahogy a kiszemelt áldozatnak. Az exploitation, a kihasználásnak a fázisa, amikor lefuttatjuk magát ezt a támadást, és kihasználjuk a hibát, távoli hozzáférést tudunk szerezni az adott rendszerhez, az adott felhasználón keresztül. Az installation az a fázis, amikor ezen a hibán keresztül állandó hozzáférést tudunk szerezni a rendszeren belül. A hatodik lépés a command and control, az az irányítás, amikor hosszú távon a célunk elérése érdekében megadjuk a parancsokat annak a megfertőzött számítógépnek, amin keresztül pedig a hetedik lépésben az actions objectives, azaz végre tudjuk hajtani azokat a lépéseket, melyek a célunkhoz elérnek. Itt ebben a fázisban tehát mindig szóba kerül az, hogy ki az a belső felhasználó, akinek a jogosultságait megszerezve a hetedik lépést, azaz a célunkat el tudjuk érni. És itt nagyon gyakran azt lehet látni, hogy a hiba az alapvetően a felhasználóban van, nem feltétlenül a rendszerben, hiszen a felhasználó például ugyanazokat a jelszavakat használja adott esetben a belső rendszerekben, amiket más internetes szolgáltatásokon is, amiket egyébként viszonylag könnyen meg lehet szerezni. Azt lehet látni, hogy a felhasználó nagyon könnyen átejthető az úgynevezett social engineering, azaz az emberi ráhatással történő támadással, és kiadja a felhasználó jogosultságait. Azt lehet látni, hogy a rendszergazda, ha már említett módon, nagyon gyenge jelszavakat használ olyan rendszerekre, amelyeket ő nem tart fontosnak, de mégiscsak a rendszer részei, tehát a támadónak egy ugrási lehetőséget kínál, és még lehetne folytatni a sort. Azaz ezek a felhasználókból és felhasználó jogosultságból eredő problémák kivétel nélkül minden esetben ott vannak a kibertámadásokban. Éppen ezért az egyik legalapvetőbb fontosságú folyamat egy mai szervezetnél, egy modern szervezetnél az, hogy kialakítsa a felhasználó kezelés rendes rendszerezett folyamatát, a hozzáférés kezelésnek, hozzáférés vezérlésnek a folyamatát. Így téve egyre nehezebbé azt a külső támadók, vagy éppen a belső támadók számára, hogy az értékes információkat megszerezzék és kompromittálják. Természetesen, amikor a védelmi intézkedésekben gondolkodunk, akkor számos megoldás van, ezt ne felejtsük el soha, hogy itt a hozzáférés vezérléssel kapcsolatban ilyen fizikai, logikai és adminisztratív védelmi biztonsági megoldásokról is beszélek, hiszen ezek együttesen alkotja meg a teljes hozzáférés vezérlési rendszert. Na de honnan indulunk? Az első lépés az azonosítás, azaz nagyon röviden a szubjektumnak a megnevezése. Itt nagyon fontos azt figyelembe vennünk, hogy nem csak humán emberekről beszélünk, amikor a rendszer entitásait emlegetjük, hanem természetesen szoftveres folyamatokról is, hiszen egy számítógépen, egy információs rendszerben nem csak a felhasználó válthat ki tevékenységet, hanem vannak olyan automatizmusok, sőt, egyre inkább egy csomó olyan automatizmus van, melyeknek a kártékonysága
szintén előfordulhat, és éppen ezért nagyon fontos tudnunk azt, hogy mely folyamatok, mely szoftver elemek voltak azok, amik az adott tevékenységet végrehajtották. Éppen ezért a szubjektumokat meg kell neveznünk, kell valami egyértelmű azonosítót adnunk ezeknek a humán vagy nem humán folyamatoknak, hogy a végén a számonkérhetőség nyilván megtörténhessen. Milyen követelmények vannak az azonosítással kapcsolatban? De a legfontosabb az az, hogy ez egy dokumentált folyamat kell, hogy legyen, azaz legyen egy olyan egyértelmű eljárásrend, melynek során az azonosítókat az entitásokhoz hozzá tudjuk rendelni. Ennek része az, hogy az azonosításnak, az azonosítóknak a formátuma is szabványos, tehát hogyha például a felhasználó nevet úgy alakítjuk ki, tulajdonképpen a felhasználó névről van szó, hogy ez például a vezetéknév és a keresztnév első három betűjéből áll, az én esetemben ugye a Kracsa lenne a felhasználó név. Hogyha ez csak egy vezetéknév, akkor ugye az esetemben például a Krasznai lenne a felhasználó név, és lehetne sorolni. Találkoztam már olyan esetekkel is, amikor egy egyértelmű számokból és betűkből álló kód lett generálva a különböző személyes adatokból. Szerintem mindenki, aki nézi ezt az előadást, találkozott ilyennel, nevezük nevén a Neptun kódról van szó, hiszen ez is egy olyan azonosító, ami egyértelműen előállítható a megadott személyes adatokból. Fontos tulajdonsága az azonosítóknak, hogy a beosztásokra nem utalhat, illetve más funkciókra sem utalhat. Tehát például, hogyha van 15 darab kovács az adott rendszerben, akkor semmiképpen se úgy különböztessük meg őket, hogy kovács vezérigazgató, kovács takarító, kovács könyvelő, hiszen ebből következtetni lehet, hogy ki és milyen fontosságot tölt be a rendszerben. Egy azonosító nem osztható meg több entitás között. Ez nagyon szépnek tűnik, de a gyakorlatban mégis rengeteg esetben látjuk azt, hogy ezek az azonosítók mégiscsak megosztásra kerülnek. Leggyakrabban ugye az admin, illetve az adminisztrátor, illetve a roothoz tartozó, felhasználóhoz tartozó felhasználók nem egyértelműek, hiszen jellemzően rootból, adminból egyet szoktak beállítani egy rendszerben, és ezt kiosztják több adminisztrátornak. A probléma ezzel az, hogy amikor az admin felhasználó hajt végre egy rossz indulatú cselekedetet, akkor nem fogjuk tudni, hogy valójában az admin felhasználót birtokló több különböző humán ember közül valójában ki volt az, aki végrehajtotta a tevékenységet. De rossz gyakorlat az is, hogyha a saját nevünkre szóló felhasználót, kihoz tartozó azonosítót, illetve hitelesítési megoldást kiadjuk a kollégának, hogy amikor például a szabadságon vagyunk, akkor helyettünk hajtassa végre a tevékenységet, hiszen ezzel sem válik egyértelmű, hogy az adott pillanatban ki volt az, aki végrehajtotta a tevékenységet. Az azonosító ellenőrzése egyszerű folyamat kell, hogy legyen, azaz amikor a számunk kérhetőségre kerül a sor, és például a naplóbejegyzéseket ellenőrizzük a rendszeren, akkor egyértelműen meg lehessen mondani, hogy az adott például Neptun kódhoz valójában ki az a humán ember, aki hozzá tartozik. Az azonosító egyedi kell, hogy legyen, azaz például, hogyha egy telefonszámmal azonosítunk valakit, akkor az látszólag egy egyedi azonosító, csak hogyha mondjuk egy mobiltelefonszámot visszaadunk, és nem használjuk tovább, akkor hát lehet, hogy egy fél év múlva valaki teljesen más embernél fog kikötni az adott telefonszám. Éppen ezért ennek az egyedisége, bár egyértelmű, de hogy kitartozik hozzá, ez egyértelműen nem egyértelmű. Éppen ezért az azonosítókat úgy kell kiosztani, hogy ez lehetőleg az adott felhasználót a teljes életciklusán keresztül el tudjon kísérni. Megvan tehát az azonosítunk, nevet adtunk a gyermeknek, nevet adtunk a felhasználónak, hozzá kell valahogy engedni a rendszerhez. Ahhoz, hogy a rendszerhez hozzáférhessen, ehhez kell az úgynevezett hitelesítési folyamat. A hitelesítés az a folyamat, mely arra szolgál, hogy az entitás bizonyítsa az önmagára állítottak valódiságát, azaz be tudja bizonyítani, hogy ha én Krasznai nevű felhasználóként szeretnék belépni a rendszerbe, akkor valóban én vagyok ez a felhasználó. Ehhez egy bizonyítékot kell nyújtani a rendszer számára. A bizonyíték háromféle lehet, tudás alapú, tulajdon alapú vagy tulajdonság alapú. Tudás alapú az, amikor valami az én ismereteimben van, és ezt az ismeretet nyújtom be bizonyítékként a rendszernek. A tulajdon alapú az, amikor valamit birtoklok, van a kezemben valami, amit be tudok mutatni a rendszernek. A tulajdonság alapú pedig valami, ami
hozzám tartozik, ami engem ér le, ami egyértelműen az én testemhez tartozik, és ezzel tudom bizonyítani a személyazonosságomat. A jó hitelesítés az az, hogyha ebből a háromból legalább kettőt egymástól függetlenül tudunk használni, ezt hívják erős autentikációnak vagy több lépcsős hitelesítésnek. Például a egymástól függetlenül történő hitelesítés az, amikor belépek mondjuk egy irodaházba, és itt az irodaházban bemutatom a biztonsági őrnek a belépőkártyámat, és a belépőkártyámon, mert ezzel be tudok menni, hiszen a belépőkártyám nyitja a kaput, ugye tulajdon alapú hitelesítésnek minősül, de a kártyám még rajta van az én fényképem is, amit meg tudok mutatni a biztonsági őrnek, és ezt a fényképet tudja összevetni a saját arcommal, ez ugye egy tulajdonság alapú hitelesítést jelent. Ebből ez a ennek során tehát kettő lépést, kettő hitelesítési megoldást használok, egymástól függetlenül, hiszen a kártyám nem függ az arcomtól. Az informatikai területen egy ellenpéldát is mondanék, tehát hogyha például van egy bankkártyám, amivel szeretnék kivenni pénzt, akkor ugye az ATM-ből, akkor a bankkártya használata mellett egy PIN kód használata is szükséges. A PIN kód egy tudás alapú hitelesítési megoldás, és hiszen én ezt ismerem, ez a fejemben van, a bankkártya pedig a tulajdonom, ami szintén szükséges a pénzfelvételhez. A pénzfelvétel tehát jól megvan oldva, kivéve, hogyha a PIN kódomat alkoholos félszer ráírom a bankkártyám hátára, mert ebben az esetben nem egymástól független a hitelesítés, hiszen ha meg tudom szerezni a bankkártyát, akkor meg tudom szerezni a PIN kódot is, tehát az egymástól függetlenséges, ez el is veszett. Na, viszont mászunk bele egy kicsit jobban ezekbe a hitelesítési megoldásokba. A tudás alapú hitelesítésnek tehát a leggyakoribb példája a jelszó, de emellett a PIN kód, a mobiltelefonokon használatos jelkódok, ezek mind-mind ebbe a körbe tartoznak. A lényege, hogy én ezeket ismerjem, ezek az én fejemben, a tudásomban legyenek. A jelszó használat, mint a leggyakoribb tanácsai, az erős jelszó, ez természetesen mindenki pontosan ismeri, a leggyakoribb mantra ezzel kapcsolatban, hogy tartalmazunk kis és nagybetűket, számokat, speciális karaktereket, és legyen legalább 8 karakter hosszú. Nyilván fölmerül a kérdés, hogy miért vannak ezek a szabályok, egyszerűen azért, számoljunk egy picit, mondjuk az angol ABC áll 24 karakterből, hogyha egy egybetűs jelszót választok ki, akkor 24 próbálkozás után rá fog jönni, hogy mi a jó jelszó. Hogyha már kettő karakterből áll, akkor az 24x24, 3-at akkor 24 a harmadikon, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát egyre több próbálkozás kell ahhoz, hogy úgynevezett brute force nyerserő módszerével ki tudjam választani azt, hogy milyen jelszót is használt az adott felhasználó. Na igen, nem csak, hogyha ehhez még hozzáveszünk a nagybetűket, és akkor az már is rögtön nem 24, hanem 48 lehetőség. Hogyha hozzáveszünk a számokat, akkor az még plusz 10 lehetőség. Hogyha hozzáveszem még a speciális karaktereket, az még plusz 8 lehetőség. Tehát gyakorlatilag 48 meg 10, az 58 meg még 8, az 66 különböző lehetőség lenne. És rögtön látjuk, hogy mondjuk 24 a 8-onnál, 66 a 8-on, ez egy lényegesen nagyobb próbálkozási lehetőséget ad. Működne ez jól, hogyha egyébként a általános jelszóhasználatunk nem limitálna minket, és nem mindig értelmes jelszavakat, és mindig ugyanazt a jelszót használnánk. Éppen ebben segít a jelszó élettartamnak a korlátozása. A rendszerek kikényszerítik azt, hogy például 90 napokként új jelszót válasszunk. Ebből szokott lenni az, hogy a kiskutya egy után a kiskutya kettő jelszó következik, így hogyha az egyik jelszó el is vész, akkor és az a támadó birtokába kerül, viszonylag hamar ki tudja következtetni, hogy mégis hogyan fog kinézni az új jelszó. Mint ahogy az is sokat segít, hogyha a szótári alakú szavakat próbálkozunk, hiszen a szótári alakú szavak ezek ismertek, sőt több nyelvből elérhető az interneten egy viszonylag nagy, néhány százezres jelszavakat tartalmazó ilyen úgynevezett szótári fájl, amik megint csak csökkentik a próbálkozásoknak a lehetőségét. A jó jelszó az tehát olyan, ami ezen kicsit túlmegy. Elismerve azt, hogy nagyon nehéz a jelszavakat
megjegyezni. A napjainkban a jó gyakorlat úgy szokott nézni, hogy minden egyes rendszerben, amit használunk, különböző véletlen jelszavakat használjuk, és ezeket a véletlenül generált jelszavakat egy úgynevezett jelszómenedzser fájlban tároljuk el, és ehhez a jelszómenedzser fájlhoz alkalmazzunk erős jelszót, és természetesen valamilyen második faktoros autentikációt, például egy biometrikus, egy tulajdonság alapút, vagy egy tulajdon alapú azonosítást. Gyakorlatilag ez a jelszómenedzser kell, hogy védje azokat a jelszavakat, amiket véletlenül generáltunk ki a különböző weboldalokon. Miért? Azért, mert a weboldalakról hajlamosak ezek a jelszavak kivándorolni, és fölkúszni olyan weboldalakra, amelyeket a darkneten keresztül lehet mondjuk elérni, és ahol mondjuk több tízezer, több százer felhasználónak a jelszavát lehet megvásárolni. Ennek megfelelően, hogyha például A weboldalt feltörték, és az ott levő felhasználónk és a jelszavunk kiszivárgott, és hogyha ugyanazt a felhasználót és a jelszót használjuk más helyeken is, akkor nyilván, hogyha ez az egy kiszivárgott, akkor egy támadó simán tud próbálkozni más helyeken is, más szolgáltatásoknál is, valószínűleg viszonylag nagy sikerrel. A rossz jelszavakat, illetve a jelszó próbálkozásokat, a brute force-okat egyébként úgy szokták kiküszöbölni, hogy bizonyos számú rossz próbálkozás után a rendszer kizárja a felhasználót, vagy pedig exponenciálisan növeli a próbálkozások között eltelt időt, ezzel lassítva a brute force-os megoldásokat. A jelszavak elleni támadás tehát jellemzően úgy szokott kinézni, hogy vagy brute force, ami a minden karakter végig próbálgatását jelenti, vagy feltört rendszerekből kiszivárgott jelszavak felhasználása, de vannak még ezen kívül más jelszó elleni támadások is, így a leggyakoribb az úgynevezett lenyomatok elleni támadásokat jelzik. A jelszavakat ugyanis jellemzően a rendszerekben nem úgy szokták tárolni, hogy kiskutya 1, és akkor ezen az adatbázisban, hiszen ez triviálisan törhető lenne, hanem a kiskutya 1-ből, meg az ASDF-ből, meg az összes többi jelszóból, a nagyon bonyolult, véletlenül generált jelszóból is, egy ugyanolyan hosszú, bizonyos matematikai szabvány által előállított úgynevezett lenyomatot képeznek. A lenyomat mondjuk 256 byton, biten, karakterben, tetszőleges hozban, végül is lényegtelen az, hogy milyen mérőszámot használunk. Itt a lényeg ebben nagyjából az, hogy egy standard méretű hozban egy matematikai függvény által előállított karaktersorozatot, bit sorozatot ment el. Ennek a matematikai függvénynek az a tulajdonsága van, hogy egy adott értelmes szövegből egyértelműen generálja le ezt a bit sorozatot. Tehát, hogyha én 15-ször 15 különböző esetben adom meg a jelszavat a rendszeremnek, akkor mindig ugyanaz a lenyomat fog generálódni majd belőle. Viszont a lenyomatból magából nem állítható vissza az eredeti jelszó, tehát hogyha csak a lenyomathoz férek hozzá, abból nem fogunk tudni, mi volt az eredeti jelszó. És hogyha két különböző jelszót adok meg, akkor abból sohasem állhat elő ugyanaz a lenyomat. Tehát nem történhet meg, hogy a kiskutya 1 és a kiskutya 2 jelszóból ugyanaz a lenyomat generálódik le. Ez abban segít nekünk, hogyha valaki hozzáfér a jelszóadatbázishoz, abban értelmetlen karaktereket, lenyomatokat fog majd találni. Ebből nem fogja tudni visszaállítani, hogy mi volt az eredeti jelszó, tehát hiába jut hozzá ez a jelszóadatbázishoz, nem fog tudni visszaélni a jelszavakkal. Ez ott sérül meg, hogy vannak olyan lenyomat képzési eljárások, például az MD5 nevű eljárás, vagy az SH1 eljárás, melyekről bizonyították, hogy matematikailag gyengék, azaz ma már valós időben tudunk előállítani két különböző jelszót, aminek ugyanaz a lenyomata, tehát függetlenül attól, hogy nem tudom, hogy mi volt az eredeti jelszó, tudok generálni egy másik olyat, amivel viszont be tudok lépni a rendszerbe. Illetve a másik gyengesége az az, hogy tekintettel arra, hogy jellemzően ugyanazokat a jelszókat választjuk világszerte, vannak olyan úgynevezett lenyomat adatbázisok, melyekben a leggyakrabban használt jelszavak lenyomatai benne vannak, tehát hogyha hozzá is férek a lenyomathoz, ebben az adatbázisban ki tudom keresni, mi volt a hozzátartozó eredeti lenyomat.
Természetesen ezt nagyon sokféleképpen lehet erősíteni, a leggyakoribb ilyen az úgynevezett sózás, azaz a salting eljárás, melyel még betesznek egy titkot a lenyomatképzési eljárásban, így nehezítve meg azt, hogy még akkor is, hogyha hozzáférnek a lenyomathoz, akkor egy lenyomatokat tartom az adatbázisból vissza lehessen állítani az ETL szót, de erre nyilván a rendszer fejlesztőinek nagyon-nagyon oda kell figyelni. A másik ilyen támadás pedig a legegyszerűbb, a social engineering, azaz kérdezzük meg, hogy mi az emberek jelszava, és el fogják árulni. Mi a Közszolgálati Egyetemen is futtattunk ilyen jellegű teszteket az emberekkel, és az a tapasztalat, hogy nagyjából egy csokért azért az embereknek egy mérhető hányada hajlandó megadni a saját jelszavát, nem belegondolva, hogy milyen járulékos problémát okoznak ezzel. A következő típusú hitelesítésünk, ez a tulajdonalapú hitelesítés, amikor valamink van, valaminek a birtokában vagyunk, és ezt használjuk fel a hitelesítéshez. Ilyenek lehetnek az úgynevezett one-time password jelszólisták, még talán most is lehet bankoknál kapni olyan előre kinyomtatott listákat, amiben különböző egyszerhasználatos jelszavak vannak. De például a Google-nél tudunk generálni szintén egy ilyen jelszólistát. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van 100 olyan jelszó, amit pontosan egyszer használhatunk csak föl, és ezt ki tudjuk nyomtatni, el tudjuk tenni a fiókunkba. Ezzel is tudjuk erősíteni mondjuk a tudásalapú hitelesítésünket. A mobiltelefonon érkező kód, legyen ez akár egy SMS, vagy legyen ez valami hitelesítési megoldás, például a PSD2 eljárás miatt a internetes fizetéseknél egy bizonyos összeg fölött tapasztalhatjuk azt, hogy ahhoz, hogy a fizetést, a bankkártyás internetes fizetést el tudjuk indítani, ehhez szükség van arra, hogy az SMS-ben érkezett kódot beírjuk a fizetési folyamatba. Illetve az úgynevezett tokenek, amik a birtokunkban levő fizikai eszközök, amin valamilyen állandóan változó kód jelenik meg, és ezt a kódot kell beírnunk a belépéshez. De ide tartoznak az intelligens kártyák is, például azok az NFC kártyák, azok a akár okostelefonba is beépített csippek, melyeket például oda kell tartanunk a számítógépünkhöz, ahhoz, hogy ez leolvassa a kártyán levő adatokat, és ezzel engedje minket tovább lépni. Illetve a digitális aláírások használata is ide tartozik, hiszen az intelligens kártyák nagyon gyakran valamilyen titkos kulcsot használnak, amiket bedugva a számítógépbe tudunk tovább lépni a folyamatban. Ilyennel találkozhatunk például az elektronikus személyi igazolványokon is. Az elektronikus személyi igazolvány például tulajdonalapú hitelesítéshez kiválóan alkalmas, hogyha van megfelelő olvasó a számítógépben. Nézzünk rá kicsit a tokenekre, milyen típusú tokenek vannak. Kétfélét ismerünk ebből, az úgynevezett szinkron és az aszinkron típusúakat. A szinkron token az jellemzően úgy működik, hogy van valamilyen számláló, vagy éppen egy pontos idő, ami szinkront jelent a szerver és a kliens között. Azaz, a számláló alapú tokennél van mondjuk egy szinkronizált közös kulcs, van egy belső számláló, ami folyamatosan lépteti a tokenen levő, illetve a szerveren levő számokat, és praktikusan ezt kell beírnunk, amikor be akarunk lépni. Leggyakoribb megjelenítési megoldása a Google Authenticator nevű szoftver, hogyha ezt feltelepítjük, és a Google fiókunkhoz beállítjuk mondjuk a token alapú erős autentikációt, akkor azt látjuk, hogy az alkalmazásunkban 30 másodpercenként ugrik a szám, és valami egészen más szám lesz az új szám, mint ami az előző volt. Ez azért van, mert a Google szerver, illetve a telefonunk között megosztásra került egy titkos kulcs, és ennek a titkos kulcsnak a segítségével történik meg gyakorlatilag az újabb és újabb számoknak a legenerálása. Az időn alapuló token ezzel szemben a pontos időt, a nagyon-nagyon pontos időt használja föl szinkronnak, és ennek segítségével lépteti a számokat. Az aszinkron tokenek esetében az úgynevezett kihívás válasz, az a challenge response működik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szerveren megjelenik a belépésnél egy szám, ezt a számot kell a nálunk levő eszközbe bepötyögnünk, beírnunk, és a megosztott titok segítségével generálódik egy olyan új szám, amit vissza kell írnunk a szerverhez, és amennyiben a szerver elfogadja azt, hogy az ő általa küldött kihívásra mi a jó választ adtuk meg, akkor beenged minket a rendszerbe. Az intelligens kártyák ezzel szemben úgy működnek,
hogy magát a titok létrehozásához szükséges kulcsot a kártya tárolja valamilyen biztonságos megoldással. Több fajtát ismerünk az intelligens kártyákból, ezek közül vannak olyanok, amik nem is feltétlenül annyira intelligensek, tehát például a mágnes csíkos kártyákon, tudják a bankkártyán a kis mágnes csíkot az aljában, nagyon buta módon tárol adatokat, amiket praktikusan gond nélkül ki lehet olvasni, viszont hogyha a birtokunkban van, akkor ugye ez a kiolvasás jól tud működni. Gyakorlatilag a bankfiókokban, hogyha éjszaka szeretnénk bemenni az ATM-hez, akkor ott kell lehúznunk egy ilyen mágnes csíkot. Itt nem azt ellenőrzik, hogy feltétlenül van-e belépési jogosultságunk, csak azt, hogy mi volt a mágnes csíkon, és ezt tárolják el, hogyha gyakorlatilag nem a bankkártyákat húzzunk le, hanem bármilyen mágnes csíkos megoldást, akkor ez az adat fog tárolásra kerülni, és később felhasználhatóvá válni. Látszik, hogy ez nem túlságosan intelligens, de mégiscsak valami, amivel egy birtokukban levő dolgot tudunk bemutatni a rendszernek. Vannak a memóriacsippes kártyák, amik szintén nem intelligensek, de már egy csippen tárolnak egy adatot, ami kiolvasható lesz, illetve a közelítő kártyák, a már említett NFC-s kártyák, amiket mondjuk a PayPass-os bankkártyáknál is használunk, hát ezek is valamilyen adatot tárolnak, és adatot hagynak leolvasni. Nagyon különböző megoldások vannak, tehát még az NFC azért intelligensnek minősül, de gyakorlatilag egy kutyaközönséges belépőkártya, amivel bemegyünk a céghez, ez nem intelligens, hiszen itt csak egy adat kiolvasása történik meg. A legbiztonságosabb kártyák azok, amik a chip, ténylegesen chippet tartalmaznak, azaz egy mikroprocesszort tartalmaznak, tehát nem csak kiadnak adatokat, hanem azon valamilyen matematikai műveleteket is képesek elvégezni. Itt ugye a kriptográfia, a matematika segít nekünk abban, hogy a beléptetés 100%-osan, közel 100%-osan, hogy a biztonsági információ biztonságban nincsen 100%, de közel 100%-os biztonsággal tudjuk bizonyítani azt, hogy a tulajdon az tényleg hozzánk tartozik, és tényleg nálunk van. Említettem már a hitelesítő applikációkat, a Google Authenticator talán a leggyakrabban használ, de gyakorlatilag minden komolyabb felhasználó, minden komolyabb felhasználó adatbázissal, illetve felhasználó számmal rendelkező szolgáltatásnál ez megtalálható. Így például a Facebook esetében is, ez látható a jobb oldalon, a Facebooknál is nagyon jól működik ez a beléptetés. Használjuk tehát az erős autentikációt mindenhol, ahol ez lehetséges. A harmadik megoldásunk a tulajdonalapú hitelesítés. A tulajdonalapú hitelesítéseni támadások, hogyan támadjuk ezeket? Leggyakrabban úgy, hogy legegyszerűbben ellopjuk a tulajdont, és ezzel működik a beléptetés. Illetve vannak olyan elég egyszerűen speciális támadások is, mint például az intelligens kártyák elleni támadás, amikor a kártya fogyasztásából lehet következtetni, csippet módosítják, optikai támadást hajtanak végre a támadáson. Ezek nagy apparátus, nagy támadói apparátus feltételező támadások, támadási megoldások. Éppen ezért tartjuk úgy, hogy az intelligens kártya azért egy biztonságos tulajdonnak minősül. Illetve a leggyakoribb az, hogy a tulajdon és a feldolgozó eszköz közötti adatutat szokták támadni. Például az amerikai elnökválasztás 2016-os elnökválasztásnál lehetett azt tapasztalni, hogy az erős autentikációs megoldásokat is támadják, úgyhogy megpróbálják elfogni a kiküldött azonosító kódokat. Tehát praktikusan ez úgy néz ki, hogy a támadó elcsalja az áldozatot egy meghamisított weboldalra, meghamisított weboldalon keresztül kér egy felhasználóvet és egy jelszót, ezt megkapja, majd földob egy ablakot, ahol elkéri mondjuk az autentikációhoz szükséges kódot, mondjuk egy Google autentikációs kódot, majd a rendelkezésre álló nagyon rövid időben ezt ellopva rögtön továbbítja és a beléptetéshez szükséges információt a legitim weboldalra, és ezen keresztül tud bejutni, miközben az áldozat nem igazán sejti azt, hogy most az erős autentikációját is ellopták. Ez az adatú támadása tud egy nagyon jó megoldást lenni, éppen ezért figyeljünk oda nagyon, hogy az erős autentikációban felhasznált tulajdon alapú dolgot mégis hol és hogyan használjuk föl, milyen weboldalra írjuk be például ezt a kódot. Na és akkor a tulajdonság alapú hitelesítés. Ez gyakorlatilag a biometriát jelenti, a személyre jellemző hitelesítési megoldást. Ide tartozik minden, ami mi vagyunk, új lenyomat, retina, íriszhang, tenyér aláírás, arc, bármi.
A technológia olcsó beállásával praktikusan napi szinten használjuk ezeket a megoldásokat, már gondoljunk itt csak az okostelefonokra, ami új lenyomattal vagy pedig arcfelismeréssel működik. Már amennyiben nem gumikesztyűben, illetve maszkkal az arcunkon próbáljuk használni az eszközünket, tehát a koronavírus egyik nagy tanulsága az, hogy a tulajdonság alapú hitelesítés ilyen körülmények között nehézkesen tud működni. A tulajdonság alapú hitelesítés elleni támadások ennek megfelelően leggyakrabban úgy szoktak kinézni, hogy valahogy ellopjuk az adott felhasználónak a tulajdonságát. Például az új lenyomatából tudunk egy új újat csinálni, szkennelt új lenyomat is működik nagyon sok esetben. Régebbi megoldásoknál ez különösen igaz volt, amikor az árérték arány fenntartása mellett nem feltétlenül detektálták azt, hogy az új lenyomat az egy élő újhoz tartozik-e, vagy egy felvett hangmintával tudunk belépni egy hangalapozonosításnál. Azért a mai világban ezek a támadások, a tulajdonságok ellen már módjával működnek csak. Tehát ha modern tulajdonság ellen alapú hitelesítési megoldásokat veszük, ugye itt az arcalapú, illetve az új lenyomat alapú hitelesítéseket mutatom be az Apple termékeken, ugyanez természetesen bármelyik másik modern végfelhasználói eszközön működik. Ezeket azért ilyen megoldásokkal már nehezen lehet kicselezni. Sőt, az arcfelismerő algoritmusok ma már annyira professzionálisan működnek, hogy készítettem egy tesztet, a saját családi fotóarchívumon futottam le a Google Photos-nak az arcfelismerő megoldását. A gyerekeimet egynapos kortól kezdve folyamatosan fölismerték és képesek voltak csoportosítani, tehát az arcoknak a felismerése tökéletesen működik már ilyen kommersz szolgáltatásokon is. Gondoljunk csak bele, hogy a kormányzatok rendelkezésre álló arcfelismerő technikák mennyire jól tudnak működni. Nagyon nehéz ezeket átverni, és a következő évtized egyik komoly adatvédelmi kihívása lesz az, hogy hogyan ne lehessen mindig minden körülmények között, akár egy távolban levő, de jó minőségű felvételt készítő kamera esetében is, elkerülni azt, hogy a mozgásom folyamatosan követhető legyen. Magyarul az biometrikus eljárások elleni támadások azért a mai technológia, mai világban nehezen kivitelezhetők. Az, hogy milyen a jó biometrikus azonosítás, hitelesítés, bocsánat, ezt alapvetően több különböző mutató bocsátja a rendelkezésünkre. Ebből a legfontosabbak az úgynevezett hibás visszautasítási ráta, a false check rate, az FRR. Ez azt mutatja meg, hogy a rendszer hányszor utasít vissza jogosult felhasználót. Nyilván ez egy kényelmetlenség, de alapvetően, hogyha nem létfontosságú rendszerről van szó, és nem azonnal kell minden körülmények között a felismerés, azért el tudjuk fogadni, hogy időnként a jogosult felhasználók nem engedik belépni egyszer-egyszer. Nyilván minél magasabb ez a szám, annál kevésbé használható a megoldás. Sokkal veszélyesebb mutató az úgynevezett hibás elfogadási ráta, a false accept rate, a FAR nevezetű. Ez azt mutatja meg, hogy a rendszer hányszor enged be nem jogosult felhasználót a rendszerbe. Triviálisan belátható az, hogyha a rendszer olyan embert enged be a hitelesítés után, egyébként nem része a rendszernek, ez nem egy szerencsés állapot. Ennek a kettőnek a metszete, az úgynevezett metszésponti hibaarány, a crossover error rate, ez az a valódi hibaarány, ami megmutatja, hogy hol találkozik az FRR és az FAR nevezetű mutató, az az, hogy valójában mennyire is jó az adott biometrikus megoldás. Minél alacsonyabb az FRR, illetve minél alacsonyabb az AR mutató, azaz a crossover rate minél kisebb, annál jobb az adott biometrikus a biometrikus mutató. Emellett egy másik mutató a feldolgozási sebesség, ami azt mutatja, hogy mennyi idő alatt tudja feldolgozni a biometrikus adatokat az adott rendszer. Természetesen gyakorlatilag tized másodpercekről van szó ma már, ilyen hamar kell feldolgozni a biometrikus adatokat, amely roppant csekély idő. Mert hogy ugye a tökéletes azonosítást szeretnénk biometriai területen megcsinálni, akkor nyilván egy DNS elemzés tökéletes lenne erre, hiszen minden embernek, minden organizmusnak a DNS-e különböző. Ennek megfelelően egy gyors kis újszúrás mondjuk minden reggel az irodaház előtt, majd egy gyors DNS elemzés praktikusan 100% biztonsággal meg tudja mondani, hogy az szeretne belépni a
irodaházba, akinek erre jogosultsága van. Triviálisan belátható, hogy egyrészt nem akarjuk szurkálni az ujjunkat, másrészt nem akarjuk a DNS adatainkat kiadni a munkáltatónknak, illetve azért a DNS elemzés ma nem 10 másodperces megoldás, hanem azért szükséges némi idő arra, hogy ez megtörténjen. Tehát például a DNS elemzést ezért nem használjuk ma a biometrikus azonosításnál a hétköznapi forgalomban, hiszen ez nem egy elfogadható, nem egy praktikus megoldás. Ez az ábra mutatja meg egyébként, hogy hol van, hogy is néznek ki a különböző mutatók, tehát minél kisebb érzékenységgel, minél kevesebb hibával tudjuk a biometriát végrehajtani, nyilván annál jobb a megoldás. Az azonosságkezelés tehát egy igen komoly kihívás. Hogyha össze kéne foglalnom az előadást, akkor azt mondanám, hogy vonatkoztassunk el a cégektől, vonatkoztassunk el az otthoni számítógépünktől egy picit, és hogy ez mekkora problémát tud jelenteni, ezt emeljük országnyi méretbe, legyen ez akár Magyarország, de legyen ez akár Kína, ahol 1,5 milliárd végfelhasználót, 1,5 milliárd állampolgárt azonosítani, vagy vegyük például Indiát, ahol egy 3 éves projektet hajtottak végre annak érdekében, hogy az 1 milliárd indiai állampolgárt elektronikusan tudják azonosítani az új lenyomatokkal egyébként, és valahogy egy egységes nyilvántartás jöjjön létre. Az azonosságkezelésnek a problémája, az elsőleges problémája az, hogy az azonosításnak, az entitásoknak van egy életciklusuk. Ezt az életciklust ezt pedig követni kell. Az életciklus pedig úgy néz ki, hogy regisztrálom, létrehozom a felhasználót, létrehozok egy születési anyakönyvi kivonatot, ahol regisztrálom azt, hogy az új entitásom létrejött. Az azonosító újbóli létrehozása, például hozzám kapcsolják az adószámomat is, azaz az azonosítót kitágítják, kibővítik, újabb attribútumokat kapcsolnak hozzá. Az azonosító leírása. Egyedi azonosítás érdekében beírják a nevemet, születési helyemet, születési dátumot, anyám nevét. Egyébként ezzel a 4 azonosítóval lehet egyértelműen egy magyar állampolgárt azonosítani. Azonosító pontosítása. Például felveszem a feleségemnek a nevét, létrejön ugye a születési anyakönyv mellett egy házassági anyakönyvi kivonat is, és ezek pontosítják azt, hogy valójában én ki vagyok. Az azonosító törlése. Meghalok, létrejön egy halotti anyakönyvi kivonat, és igazából látszódik, hogy praktikusan az azonosság kezelés ezekkel az anyakönyvi kivonatokkal lehet a legjobban leírhatóvá, válik a legjobban leírhatóvá, hiszen ezek mind-mind segítenek abban, hogy az azonosságom végig az egész életem során egyértelmű legyen. Ugyanezt csináljuk meg piciben az információs rendszerekben is, hiszen létrejön egy felhasználó, módosítjuk a felhasználót, áttesszük egy másik osztályra adott esetben, és így kell, hogy folyamatosan karbantartsuk a felhasználónak, az entitásnak az életciklusát. A hozzáférés kezelés során pedig a feladatunk az, hogy a hozzáféréseket is pontosíthassuk, azaz authentication, az authorization és az accounting, a 3A folyamatosan megvalósítható legyen. Azaz, ugye amikor a felhasználó beküldi az azonosítóját és a jelszavát az úgynevezett hozzáférés vezérlőnek, a Network Access Servernek, a NAS-nak, akkor meg kell valósítanunk azt, hogy ez az információ az ellenőrzésre is kerüljön. Ez praktikusan úgy működik, hogy az jelszó ellenőrzés megtörténik a NAS-on, de utána egy hitelesítési kérés történik az AA szervernek, azaz lekérdezzük azt, hogy rendben, megvan a felhasználónk, megvan, bizonyította, hogy ő tényleg az, de mihez van jogosultsága? Mi az az erőforrás, amit ő elérhet, és ezen az erőforráson milyen jellegű tevékenységet hajthat végre? Ezt több szabványos protokoll is segíti, például a Radius, vagy a Tekex, vagy szép magyar kiejtés, a Takács nevű szerver. Ebben nem szeretnék most mélyen belemenni, akit érdekel, az egyrészt megkapja a prezentációt a megfelelő kurzusokon, másrészt pedig olvassa el a témában írt Muha Lajossal közös könyvemet az információbiztonság menedzseléséről. Rendben, megkaptam a felhatalmazást, tudom, hogy a rendszert hogyan és milyen körülmények között használhatom, viszont minden egyes tevékenységemről létre kell hozni egy naplóbejegyzést, amivel utólagosan is ellenőrizni tudom, hogy ez a jogosultság rendben működötte, és nem léptem túl a hatóköröket. Ez viszont már egy másik történet, egy másik előadás, amit a YouTube csatornámon szintén meg lehet tekinteni, tehát aki erre kíváncsi, az nézze meg a vonatkozó előadást. Viszont ennek az előadásnak most vége. Köszönöm szépen a figyelmet.
találkozunk a következő előadásokon.